Egy kis szünet után üdvözlök titeket ismét, ugye? Közben töltöm föl párhuzamosan az Evil Within-nek is az első pár részét, amit tegnap este csináltam. Na, hát akkor most itt még elmaradt egy pár dolog, ugye? Ugye, szerezzük meg a jó kis kucsigatánát. Az az első dolog most, ami még itt ugye elmaradt. Meg lehet csinálni az egyszerű módszerrel, lerúgni azt a szamurájt a picsába, pihenni a bonfire-nél, és akkor itt lesz a cucca, de nehezebb verziót, mint a emberövő kristálygyíknál is kinyírjuk a faszba. Legalábbis próbáljuk meg. Nagyon erőseket tud vágni az helyzet. Ugye az előző részben megvettem egy pár haszontalannak tűnő kacatot. Hát, gondoltam kis naívan, hogy majd lekombózzuk. Ah, tudtam, hogy special attack-ot. Ajaj! Hoppáré. Hát inkább az egyszerű módszertként próbáljam. Nem is gondoltam, ezt tud perizni, vagyis hát nyilván tud, amikor hogy fogja a katonáját. A picsába, hát ez még egy dolog, amivel nem számoltam, mert ugye előző karakterrel ezt úgy nyírtam ki, közben annyi az embert állapotnak. Úgy nyírtam ki, hogy idejöttem Zweihanderrel, aztán szétkúrtam a száját. Na jó, nem Zweihanderrel még, de nyilván már erősebb karakterrel. Most nem értem, mi a faszért nem tudunk kijönni. Ezt nem értem, hogy itt mi a rákér van kötfal. Ha valakinek erről van valami fogalma, akkor az... Please tell me. Ez így nem kóser. Ki kéne nyírni azt a tagot. Meg kell az a katana kurvára. Nem lesz egyszerű. Hát megpróbálom akkor tényleg a cigány módszert, hogy lerúgjuk ide a szakadékba, a faszba. Adnám, hogy... De miért mindig ezt akarod nyomatni, te buzeráns bunkó? Ho-ho-ho-ho! Ezt a módszert mondtam. Na igen. Csak ugye most nem kapjuk meg a cuccait. Így. Hanem. Elvileg úgy, hogy pihenünk egyet a bonfire-nél, és utána. Erre kíváncsi vagyok. De aztán az is lehet, hogy újra kell tölteni a helyszínt, tehát elteleportálok máshova, aztán ide vissza, de mindenképpen ott lesz az a katona, ne szarjatok be. Ha ilyen eset állna elő, hogy leesik egy olyan tag a negatív végtelenbe, aki dobna valamit, ott lesz az az adott tárgy, csak kicsit trükközni kell azért. Legelsőre én is beszartam, amikor a Dark Souls 1-be volt erre példa, hogy volt ott is egy NPC, dobott volna valami komolyabb cuccot. Aha, ott is van az Uchigatánám. Meg a Master Set, hát az nekünk nem kell. Ott is van. Nagyon király. Fasza. Igen, ezt majd másik oldalról fogjuk tudni kinyitni. Akkor itt Firelink Shrine körül is mutatnék egy-két érdekességet. Ugye mondtam, nem kell 20 000-ért megvenni azt a kulcsot ahhoz, hogy egy pár dologhoz hozzájussunk. Hanem van ott egy fa, tudjátok, ahol le lehet rúgni shortcutként a létrát. Hogyha elég érdekes szögbe ugrunk föl rajta, akkor viszont... föl lehet jutni a tetőre. Hát ezt próbálom most így megvalósítani. Tudom, hogy meg lehet, tehát... Mondjuk az nem itt van.
De legalább a katonánk megvan. Végülis csak egyszer haltam meg. Azaz egész pontosan már kétszer, de... Ahogy arrébb löktük már. Az a jó ebben a katonában, hogy egész messzire elér. Ez a futásból való szúrás, ezt imádom, ez kurva gyors. Meg ahogy a vérzést okoz. Na hát akkor... Legalább tudunk lépni majd még egy szintet, vagy kettőt. Hol is? Ja, innen meg majd tudunk szerezni egy tárgyat, a Seed of Giantry. Ez ugye azt tudja, hogy ha beinvédelnek minket, akkor a játékbeli mobok, enemik azok reagálnak erre, és nem csak minket fognak támadni, hanem az invadert is. Ide kéne ugye a kulcs. Na, de mi kibaszunk a rendszerről, és ezen a fán, hogyha megfelelő szögbe fölugrunk... Meg lesz, akkor is nem érdekel, hány percet kell kivágnom a videó. Ó, oh, nem hiszitek el, végre sikerült. Vagy 3 perce kilódok ezzel. Faszom, ugye full könnyű cuccba. Büdös életbe. Hát higgyétek el, megéri. Megéri, hogyha ezt itt megpróbáljátok, mert hozzájuthatunk egy-két érdekes dologhoz. Na jó, lehet a létrát, a spawn nem tudjuk lerúgni majd, de... Ami a lényeg. Hogy? Nem az, hogy itt bukfencezgetek, mint egy idióta. Csak körülnézek. Jó, nem, itt nincs semmi, de így is nagyon király sikerült ez a tervem. Tényleg sok hasznos dologhoz hozzájuthatunk. Ugye, mégpedig. Itt van az a fészek, ahol lehet trédelgetni. És még jó, hogy itt alul is. Tehát, itt ismételten az, mint a Dark Souls 1-ben, hogy minden adott tárgyért, ugye kapunk egy másikat, de csak egyszer lehet ezt a tranzakciót úgymond véghez vinni. Például ez a pajzs, amit vettünk. Ezt itt hagyjuk. Twinkling Titanite-ot kapunk érte, most már értitek, hogy miért vettem meg? A Prism Stone-nal ugyanez a helyzet. Szintén Twinkling Titanite. A Homeward Bone-ért. Aztán egy Gesture-t kapunk. Ja, a Color meg Iron Bracelets. Fire Bomb-ért. Large Titanite Shard, már így a játék elején. A Rope Firebomber is, amit majd attól a tömlözben lévő Grey Rat névre hallgató NPC-től lehet venni, azért kapunk még egyet, tehát tök jó, hogy már a játék elején majd plusz 4-esre föl tudjuk húzni a kardot. Elárulom, akkor a Rope Black Firebomb-ból, meg a sima Black Firebomb-ból, meg Titanite Chunk-hoz lehet jutni. Meg közben találtunk egy Estus Shardot is, és ez még mindig nem minden. Kell itt valahol lenni egy mocskos illúzió falnak. Tudom, hogy van valahol. Miért nem raktak ide valaki üzenetet, hogy hülye gyerek itt van? Nem itt? Akkor hátul lesz kizárással a lapom. Meg... Aha! Meg itt is van a játékban egy ilyen Dark Souls 2-ös Aged Feather-höz hasonlatos cucc, amivel ugye végtelenszer lehet visszateleportálni. Az adott bonfire, ez csak itt Coiled Sword Fragmentnek van titulálva. Közben találtunk itt egy egész jó kis gyűrűt. Ezzel több lelket kapunk, leölt ellenfelekért. Na, gondolom nagyon faszák vagyunk, hogy mindezt véghez vittük. Királyság, nagyon büszke vagyok magamra. Több NPC-t jelenleg azt hiszem nincs. Ő csak Hawkwood. Egy szintet még viszont tudunk lépni. Inkább HP-ra is pakoljunk. A strength-et azt az egész végigjátszás során azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen... Körülbelül mennyire fogom fölvinni? Nem is tudom. Kb. 20-ra. Mert tényleg itt a dexterity-re fogok nyomatni nagyon. Meg ugye adjuk oda az Estus Shardot. Bár aztán lehet, hogy majd csak később fogok használni ezét. Sőt, nem is fogok Ashen Estus, mert ugye több a izénk, FP-nk. Legyen nálunk 5 már kapásból az elején, szerintem nagyon jól jártunk ezzel. És akkor ugye katonát két kézbe.
Elnézzük csak a mozgását, a speckó attackot. Aha, ha nyomva tartjuk az LT-t. Ez akar lenni a Perry? Hogyha LT nyomva tartás közben nyomatunk egy izét. Várjunk. Oké, és kíváncsi vagyok, mit tudunk ebből kihozni. Akkor viszont... Viszont ezt innen vegyük ki, mint zavaró tényezőt. Tehát tök jó, remélem hasznos dolgokat tudtam mutatni. Viszont a többi dologhoz, meg NPC questlinehoz, ami hozzávezet, az majd tényleg meg kell venni azt a kulcsot. És a ténylegesen 20 000 lélek, gyerekek, de nem baj. Majd megoldjuk. Lehet farmolni videón kívül. Meg ugye a firebombot is azért raktam be, mert itt lesz két olyan élőholt is, ami átváltozik ilyen fekete sikoltozós folyós fasszá, és azok ugye nem bírják a tüzet. Mert alapjáraton szerintem van hitel minket a picsába. Ugye írtátok nekem előző végig játszásra is, persze utólag, akkor már rég előrébb voltam, hogy ugye a firebombbal ki lehet nyírni. Igen, utólag én is rájöttem, hogy a tűzsebzés nem bírják, na nem baj, majd most. Most már okosabbak vagyunk. Oké, és igen. Még kár, hogy az Embered állapotnak így annyi. De nem baj. Semmi gáz. Semmi problematika. Lothric magas fala. Érdekes, hogy a Lothric az a... Ugye a területnek a neve is, ugye az egész világnak a neve, meg a fiatalabb hercegé is. Ugye az utcsó boss. Arra is rájöttem, persze utólag okos az ember, első után köpönyök, hogy nem egy nehéz boss. Amikor ugye maxoltam a Warrior of Sunlight Covenantot, tudjátok, amikor nem fehér az idézőjelünk, hanem sárga. A legtöbbször a Nameless Kinghez és oda raktam a jelenet. Tehát elképesztő, hogy én egyedül ölöm őket, mások meg három, meg négy segítővel. Hát az azért egy kicsit cinkvár, úgy, mert lényegében a boss-t alázzátok meg, hogy négyen mentek neki. Szerintem az már úgy nagyon tré. Még jó van, egy segítővel azt mondom, oké. Esetleg kettővel, hogyha valaki nagyon nem bír vele. De hárommal azért... az kicsit erős. Na tehát először jöjjünk el erre, mert ez itt ugye előbb-utóbb dead end lesz. Látjátok, jó messzire elér ez az Uchi. Katana. Erős vágása se rossz egyébként. Na, anyádat haroddáljad. Ohó! Egy alabárdos buznyák. Na, a baltásot is ide csaltam. Nagyon fasza, akkor taktikai visszavonulás. Hát szoktam hangoztatni, hogy szégyen a futás, de hasznos. Hú, bazd meg gyerekek, ez itt lehet halál lesz, mert nem szándékoztam magamra csalni mindkét idiótát, elhihetitek. Igen. Hát a büdös kurva életbe. Nem értem, az a lenti faszbaltás, az miért jött rám így. Mindegy, ez a játék a Judite feliratról szól amúgy is. Faszom. Ajajajajajaj. Akkor igyekszek először a baltásat eltenni lábalól. Mégpedig egy plunge-etekkel. És egy kis analízis. Soul of a Deserted Corpse. Ugye itt majd egy shortcutot tudunk megnyitni jóval később. Na jó, nem is annyira később, de... hát nem most. Most már akkor bátran mehetünk itt neki az uraknak. Nem ennyire bátran azért. Legfőbb problémánk mindig az, hogy elfelejtem, hogy nem Terminátor erőszakoló sorozatgyilkos karakterem van. Hoppá. Lögdösd, légy szíves, anyádat, ne engem.
ezt imádkoztok. Ugye látjátok, több lelket dobnak. Azaz nem tudom, hogy alapból 30-at dobtak volna, azt így most 39-et, de mindegy. Több lélek, az jó dolog. Na igen, itt fenn lesz egy ilyen üvöltözős, átváltozós szarházi. Arra be kéne készíteni a firebombokat, mégpedig úgy, hogy egyen megdobni és rámérni egy-két csapást, mert ugye a tűztől lebénul. Az íjász faszkalaptól is meg kell szabadulni. Ja? Meg is öltem anélkül, hogy átváltozott volna. Hát az sajnálatos. Én ezt nem úgy akartam. Mindegy, akkor kivágom a videóból, hogy ide jövök megint. De az lett volna a lényeg, hogy azt így átváltozva megölni, mert Embert ad meg, ami nekem fontosabb, Titanite Shardot. Na de legalább íjunk is van már. Aha, király, pullolgatni tudunk majd ellenfeleket. Ezt szerintem be is üzemelhetjük. Standard Arrow, jaj, király, automatikusan berakta a játék. Na hát akkor nézzük ismételten. Húzzunk arrébb. Még így is szétszed minket az a csicska, bazdnek, az a baj. Akkor is így ölöm meg. Na most hátráljunk megint, meg lesz az így, gyerekek. Elér. Na jó, bevallom, a kivágott rész alatt meghaltam egyszer-kétszer. Egyszer Firebomb nélkül próbáltam meg, lássatok, én kemény vagyok, de nem baj, meghalt, megdöglött, az a lényeg. Adott Embert is, Titanite Shardot is. Meg sok mindent, tehát most. Most az a nagy harci helyzet, hogy hogy. Mehetünk végre tovább. Ezt le akartam tudni itt mindenképpen az elején, az a helyzet. Akkor erre a részre már nem jövünk, nyugodtan resztelhetünk itt egyet. Lesz még egy-két ilyen gyökér, de azokhoz meg tuti találunk firebombot. Ugye két Titanite shardunk már van, plusz egyesét tudjuk tenni a katonát. Jókat lehet vele vagdosni. Hoppá, a target lock nélkül azért. Ez a speckó etek is. Fasza, hoppá, meg azt is kinyírtuk, akit nem akartunk. Na jó, ilyet nem mondok, fasság, én mindenkit ki akarok itt nyírni. Ugye menő. Na, egy pár ezer lelkünk már, ne basszuk el. Akkor. Kejfő faszfej. És azért jó, hogy Large Titanite Shardot is szereztünk már az elején. Megmondom, a katonának ez a szúró támadása, ez állat. Ezt megvan, honnan tudjuk megszerezni. Igen, emlékszem is. Hát ez a rész itt még nekünk nagyon kimaradt. Mindenkit segbe kúrunk egytől egyig. Itt pedig egy rohanós támadást. A bukfencezés után is elég gyors. Meg fölpaprikázva az a katona, azért jókat fog majd sebezni. Még amilyen sima, hasznos katona lehet nekünk, az a Black Blade, de az meg rövid. Nagyon. Nem ér el, nincs ilyen hatótávja, mint ennek. A Washing Pole az meg hiába hosszabb. Ugye nehezebb katona,
lassabb az egész movesetje, és ugye törékenyebb. Oké, hogy itt ismételten törékeny, nem úgy kértem, mint a Dark Souls 2, hogy pillanatokat eltörik. De azért a 20-as durability szerintem lófasz rizselesti fényjel, tehát többet nem ér. Tehát ez lesz optimális egész addig, amíg Untended Grace-be meg nem szerezzük a Chaos Blade-et. Az azért lesz jó, mert bár ugye azt nem lehet buffolni meg infuse-olni, mint ezt, viszont az S-sel skálázódik Dexterity-vel, tehát Dex-es build-nek, mint amilyen az enyém is, van volt lesz, annak az a legnagyobb a sebző katona. Azt legoboklattunk egy kis Gold Pine Resin-nel is. Oké, okay, mehetünk lejjebb. Ez pedig ugye csak C-vel skálázódik Dexra, hogyha majd Sharp Gem-mel kiinfúzoljuk Sharp-ba, amit lehetőség nyílik rá. Azt úgy értsétek, hogy meg kell szerezünk majd az áldozatok útjánál a Faron Cold, amit ugye a Black Knight őriz, amit szintén szitta, mint a bokrot. De erre nincs semmi izé. Egyéb cucli nincs. Itt a sárkányjal lehet egyébként trükközni, hogy ha leviszitek íjjal, olcsó módszerrel a HP-ját. Na. Hoppa. Ez az. Így kell pajzsosokkal bánni. Ahogy megérdemlik a rohadt szemetek. Itt a sárkánynál egyébként egy shortcut van. De hogyha megöljük szerintem a három Lord of Cindert, és ugye így vörössé vált az ég. Eltűnik innen. Hoppá, majdnem meghaltam. Nagy áldozatot hoztam azért az egy emberért, és nem igazán tudni, hogy megérte. De hogyha meg így lenyilazzátok 3-4 HP-ját, add Large Titanite Shardot, de elrepül innen. A tisztító tüzet az viszont... Köszönöm szépen. Rohanhatunk itt át, majd elintézzük azt is. Mindjárt mondom nektek, hogy milyen shortcutot vehetünk igénybe. Hoppá, Lothric Knight. Le kéne forogni. Opa. Azaz. Ez egy előszeretettel használt kombóm, hogy lebegsztebeljük, utána pedig az erős támadást megnyújtjuk keményen. Hogy feleszmélni se legyen ideje. Most kaptunk egy flaskát is. Csodálatos. Itt Soul of a Deserted Corpse. Tehát ezt itt ki tudjuk nyitni, ezt a kaput, hogyha elintézzük azt a rohadékot. Nincs egy sok nagyon érdemleges dolog igazából, csak Ember mi a faszom? Aztán egy kard a... Claymore. Na, elég volt belőle, kisfiam. Hát basszál fő agyilag már most. Még csak délután 1:30. Fireball, az nagyon jó lesz nekünk. Tehát akkor. A lényeg, hogy... Bonfire. És akkor mehetünk is vissza szintet lépni, meg fölhúzni a katonát egyel. Nem is tudom most mire kéne pakolni, hát... Nyilván... HP-ra is, Vitality-ra is, meg Vigor-ra is, de... Azért a Dexet is húzni kéne már így korán, én azt gondolom. Szerintem nem ártana. Minél többet sebezzen a katona. Mondjuk így 20-ason szerintem az már nem rossz kezdésnek. A Strength-et is majd szép apránként 20-asig fölrángatjuk, aztán az annyi lesz. Milyen lelkeink vannak, amit el lehet lőni? Nem sok mindent. Faszomat. Semminél azért több. Azt nézzük. Mire tegyünk? Akkor Strength-re egyet, Vitality-re egyet, és...
Ó, még tudunk egyet. Endurance-re. És hát akkor folytathatjuk tovább. Ja nem, már hülye vagyok, még kéne húzni a katonát, de persze, hogy nincs rá elég lélek. Mindegy, nézzük meg azért. De szerintem nincs rá elég lélek, mert balfasz voltam, és megint szintlépésbe öltem bele mindent. Na mindegy. Csak 310. Akkor adunk el egy-két dolgot. És problem solved. Ennyi. Például a távcső az nekünk kurvára nem kell. Lófasz, foshalmaz, nem is értem mi van benne minden egyes Souls részben. Egyszerűen fel nem fogom hallani. Nonsense. Okés, király. Már is ucsigetelne a plusz egyes. Hát akkor, következő részben Lothric, High Wall of Lothricot derítjük föl tovább. Aztán közelítünk lassan a második bosshoz, ugye World of the Boreal Valleyhez. Addig is, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. András voltam, sziasztok!